cég 1995-ben alakult, ez egy német-magyar közös vállalat. Főként a kelet-európai piacoknak a kiszolgálására jött létre ez a gyártóbázis, és főként német és magyar közös fejlesztésű termékeknek a gyártásával foglalkozunk. Négy fő termékcsoport van, ez a préskonténerek, jelenleg ez a húzóágazat most, a bálázógépek, az átrakóállomások és a válogatóművek. Vannak bizonyos termékek, amelyeknek a termék tervezéshez kapcsolódó jogok nálunk vannak. Ezeket a termékeket teljesen mi gondozzuk, fejlesztjük, gyártjuk, prototípus gyártunk belőle, utána bizonyos termékekből sorozatot is gyártunk. A lézer az egy teljesen újfajta távlatokat nyitott nekünk a termelésünkben. A legjobb példa erre egy válogató műnek, ami tiszta, teljes lézeres alkatrészekből áll. 12-16 hét volt átfutási ideje. Jelenleg lézeres technológiával ez 4 hétre le tudott csökkenni, ami korábban elképzelhetetlen volt ez a technológia nélkül ugyanennyi emberrel. 2005. januárjában vásároltuk a cégcsoporton belül az első használt lézergépünket. Utána gyakorlatilag fölfejlesztettük a sorozatgyártást egy olyan szintre, hogy egy új gépet is meg tudtunk magunknak engedni. A jelenlegi új lézergépünk az egy Salvagnini L3-as típusú fiber lézer. Nagyon sok gyártónak a termékét megnéztük, megvizsgáltuk. Jön tökéletes megoldási költ választanunk, ahol a működési költségek azok egy harmadára lecsökkentek a régi géphez képest. A vágási sebesség az olyan 15-20%-kal eközben nőni tudott. A Salvagnini mellett a fő érve az volt, hogy nagyon hosszú garanciális időt kaptunk hozzá. Korábbi lézergépünk 20 mm-ig tudott vágni lemezt, mi általában 15 mm-ig használtuk. Utána nagyon lecsökkent már a sebessége, az új lézergép ez megbízhatóan tudja 20 mm-t és 25 is beleférne még. Nagyon-nagyon jó feltételekkel tudtunk leszerződni, és magyar nyelvű szervizzel rendelkeznek, magyar nyelvű programokkal rendelkeznek. Az új fajta lézernek az átállására az összes embernek, az összes vele dolgozó gépe dolgozó embernek megkönnyítette a mindennapjait.